Rodenbücher Istvánnal beszélgetek, a Ferencváros játékosával, aki azt mondom, hogy két dolog miatt is boldog lehet, ugye győztetek a hétvégén, és hát nagyon jól játszottál, értél a bizalommal. Hát igen, köszönöm szépen a elismerését, és úgy érzem, hogy a csapat is nagyon jól szerepelt ezen a hétvégi fordulóban. Hát szükségünk volt már egy jó játékra, és amikor, hogy tényleg ezt a győzelmet csapatként értük el. Mennyire nehéz volt neked beszélni? Hát Isten, igazából együtt készült más ráncokkal 3 hónapja, mert én kész voltam bármikor arra, hogy beszélhassak, és örülök, hogy lehetőséget kaptam, és úgy érzem, hogy tudtam érni a lehetőséggel. Hogy gondolod, huzamosabb ideig megragadhatsz a csapatban? Ugye új Buda elleni mérkőzés után is elmondtad a sporttelevíziónak, hogy ez a célod. Igen, hát nekem van a célom, hogy minél többet is huzamosabb ideig játszok a csapatban. Hát remélem, hogy a teljesítményem is ilyen jó formában leszek folyamatosan, és akkor nem lesz okoz ezeknek, hogy kihagyjon. És a Fradi most már túl van a mélyponton? Hát reméljük, hogy ez a győzelemmel sikerül, de úgy érzem, hogy a hétvégi siker az még jobban túl lendítene, mint ezen a gödről. És hát ugye 6 évig játszottál az MTK-ban, úgyhogy jól tudom. Igen, 6 évig. Mit lehet róluk tudni? Azért azt hiszem egyik legjobb embert kérdezem. Hát Isten, igazából azt hiszem, tudja mindenki, hogy az MTK ezt a kispasznos játékot játsszák, és úgy érzem, hogy egész komoly színvonalon űzik ezt. Hát, mint Józsi bár tudjuk, hogy képes kitalálni bármilyen taktikát, és minden az MTK-s feltében bárkivel az esetben a bajnokságban, de szerintem a Fradi is megverhet bárkit. Úgy érzem, hogy nekünk itt van mindenképpen le kell győznünk az MTK-t. Én órás csatára számítok péntekre. Ez neked egyébként biztos egy külön? Hát más mest lesz, mint a többi, az biztos, de hát sokat voltam ott, rengeteg barátom volt, meg volt olyan csapatás, akkor tényleg 12 évig együtt játszottunk, együtt laktunk, együtt éltünk, úgyhogy más lesz az unás nekem mindenképpen. És végül ugye hát az MTK egy kicsit kicserélődött, de hogyha láttad a meccseiket, mennyire játszanak más játékok? Hát Isten, igazából ugyanazt játszak, amit eddig. Megvan a 4 védő, 2 védekező középpályás. Van egy irányító ember és a 3 támadó. Ugyanazt a rendszert játszak, amit eddig. Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu. Mert a meccseket látni kell.